Szó esett már arról, hogy a hit mennyire fontos a narcisztikus személyiségzavaros elviselésében, vagy hogy csak a hit segítségével tudunk hozzá egyáltalán egy viszonyt fenntartani. Mert hiszen ugye magánál magasabb rendűt nem ismerhet el, lévén ő grandiózus és felsőbb rendű. Másfelől maga Jézus példája mutatja, hogy a narcisztikus személyiségzavarosoknak mégiscsak van egy medrük. Ezt a farizeusok élete mutatja ezt a medret, hiszen hogyha nagyon szigorú szabályok közé van kényszerítve a narcisztikus személyiségzavaros, ezt úgy hívjuk, hogy betonfal, akkor azokhoz alkalmazkodik. Tehát ugyan egyfelől a farizeusok kiálltak a sarokra, és fennhangon imádkoztak, és az volt a meggyőződésük, hogy felsőbbrendűek a többieknél közelebb vannak Istenhez. Másfelől azért a sok előírás, amit be kellett tartaniuk, a sok keret, amiben mozogniuk kellett, az mégiscsak valahogy összefogta az ő grandiózusságukat. A sok szabály, amit követniük kellett, a sok törvény, amiben be voltak kényszerítve, mégiscsak arra kényszerítette őket, hogy legyenek szabályok meg törvények. Mi több, ezeknek a grandiózus, felsőbbrendű betartása még azt is hozta, hogy nem tűnt fel, hogy nincs identitásuk. Hiszen úgy tűnt, hogy őnekik ez az identitásuk. A törvények, a vallási előírások maradéktalan, kínos követése. Ez lehet egy lehetőség arra, hogy a narcisztikus személyiségzavarosokat valahogy egyben tartsuk, ha már belülről nem megy, ha már a személyiségüknek nincs egy szervező ereje, akkor legyen kívül, akkor legyenek szabályok, legyenek olyan eszközök, amivel kordában tartjuk őket. Azt is szoktuk tapasztalni, hogy akkor robban föl a személyiségük, hogyha kikerülnek ebből a szabályrendszerből. Hogyha mondjuk elbocsátják őket. Hát az meg gyakran megesik, mert ugye elviselhetetlenek. Vagy hogyha a családi kötelékek meglazulnak, hogyha mondjuk a gyerekek elérkeznek egy újabb életszakaszba. Főleg a csecsemők már odáig nőnek, hogy kisgyerekek lesznek és visszabeszélnek. Vagy amikor már kirepülnek a gyerekek, akkor válnak újra elviselhetetlenné a narcisztikus személyiségzavarosok, mert addig valahogy identitást adnak nekik a szabályok meg a környezet.